május 6-ától a fiók gyógyszertárakban nem kötelező gyógyszerészi jelenlét. A munkát távfelügyeletben is elláthatja, helyette pedig a szakaszisztens vezetheti a patikát. Híradónk megkeresésére a Magyar Gyógyszerész Kamara Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta, a jogszabály változással álláspontjuk szerint romlik a betegbiztonság. Ez azt jelenti, hogy a döntés miatt olyan a betegeket veszélyeztető ellátási hibák jelentkezhetnek a fiúk gyógyszertárak működési rendszerében, amelyek egyébként elkerülhetőek lettek volna. A beteg gyógyszerelésének betekintésében csak a gyógyszerész jogosult, ugye ezt úgy kell, elképzelni, hogy azt a gyógyszert, amit nem abban a gyógyszertárban váltott ki, mi azt tudjuk megnézni, hiszen az, azról tudunk, amit ott váltott ki, de ehhez viszont a gyógyszerésznek van joga és ugye hát ez nagyban segít kiszűrni az úgynevezett párhuzamos gyógyszerelést, vagy a gyógyszerkölcsön hatásokat. Párhuzamos gyógyszerelés alatt azt írom, hogy ugyanazt a hatóanyagot mondjuk más néven már felírták a betegnek, amit kiváltott egy másik patikába, és most más néven szeretné kiváltani, úgyhogy hát ez nagyon fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmét, hogy ne szedje együtt. A Vármegyei Gyógyszerészkamara elnöke szerint a munkaerőhiány mellett probléma lehet az is, hogy az ellátás minőségének rovására a kisebb településeken működő anyagyógyszertárakat fiók minősítik. A gyógyszerész hiány van vidéken, de hozzáteszem, hogy a szakasszisztensből szerintem még nagyobb a hiány. Az elmúlt 30 évben azért megduplázódott a gyógyszerészek száma. A probléma ott van, hogy az új gyógyszertárak nyitása, ami elsősorban a városokban történt, az úgymond elszívta a, a gyógyszerészeket, hiszen többletvállalás miatt több nyitvatartást kellett bevállalni, és ezért jobban megfizették ugye a gyógyszerészeket. A másik pedig, hogy ezzel ugye könnyebbé válik a vidéken a gyógyszertár üzemeltetése, és lehet, hogy a fiók gyógyszertárak száma növekedni fog, mint ahogy most a HDS nyilatkozta, de az anyagyógyszertárak kárára, hiszen az anyagyógyszertár működési engedélyét visszavonják, és utána fiók patikánként üzemeltetik, ugye sokkal kevesebb nyitvatartási idővel, illetve gyógyszerész nélkül. Sajnos erre példára megyénkben is volt már példára. A kamarai elnök elmondta, Korábban országszerte 4200 gyógyszerész tiltakozott a rendelet ellen. A Vármegyei Kamara határozatot is hozott arról, hogy alkotmánybírósághoz fordulnának a jogszabályváltozás miatt.